Ukrajna ellentámadási terve dolgozott ki, de ennek szükséges feltétele a fegyverek megléte, jelentette ki Volodymyr Zelenszky elnök a Bild című német lapnak adott interjújában, számolt be az RBK Ukrajna hírportál. Zelenszky reményét fejezte ki, hogy Ukrajna még le tudja győzni Oroszországot. Ehhez azonban modern fegyverekre van szüksége. Mint mondta, igen, Oroszországnak több embere van, több fegyvere, de a nyugatnak modern fegyverrendszerei vannak, ezért bizonyos technológiákat kapunk majd, hangsúlyozta. Az elnök szerint, ha Ukrajna tovább növeli a termelést és megkapja ehhez az engedélyeket a partnerektől, akkor nem a létszámról lesz szó, hanem a fegyverek minőségéről. Az államfő kitért az ukrán ellentámadás témájára is. Igen, van ellentámadási tervünk, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszky, hozzátéve Ukrajnának fegyverekre van szüksége, többek között az Egyesült Államoktól. A mozgósításról szóló törvénytervezet, amelynek második olvasatban történő tárgyalása ma zajlik a legfelső tanácsban, megvonná a mozgósítást kerülők jogát a járművezetéstől, két esetet leszámítva. Közölte szerdán az RBK Ukrajna hírportál Oleksij Honcserenko parlamenti képviselő Telegram bejegyzésére hivatkozva. A törvénytervezet kimondja, hogy a területi toborzási és szociális támogatási központok kérésére ideiglenesen korlátoznák a magánszemélyek járművezetési jogát. Ez addig tartana, amíg az érintett személyek nem teljesítik a TCK-k követelményét, hogy teljesítsék a hadkötelességi, tartalékossági kötelezettségeiket, tette hozzá a honatja. A személy járművezetési jogának ideiglenes korlátozása nem alkalmazható, ha a korlátozás bevezetése megfosztja a személyt a fő jogszerű megélhetési forrástól, a második esetben pedig, ha a személy jármű használata fogyatékkal van összefüggésben, vagy a megállapított eljárás szerint az első vagy a második csoportba tartozó fogyatékos vagy fogyatékos gyermeket tart el. Egyre csak szaporodnak az ellenőrző pontok Kárpátalja határmenti övezetében, ahol szinte minden harmadik település előtt sorompó várja az arra közlekedőket. A határőrség, a hadkiegészítők és olykor a rendőrség is ellenőriz. Az ukrán kormány még múlt decemberben döntött úgy, hogy úgynevezett határsávengedélyt vezet be, melynek értelmében aki az ország határa melletti 5 kilométeres övezetben lakik, annak speciális engedélyre lesz szüksége a településekhez tartozó földeken való szabad tartózkodáshoz. A rendelet értelmében csak annak nem kell igényelnie ilyen dokumentumot, aki soha nem hagyja el a községét, annak azonban, aki az érintett régióban, például mezőgazdasággal foglalkozik, már igen. A helyi önkormányzatok segítenek ennek a beszerzésében. Ezeknek az engedélyeknek a beszerzési ideje egészen május 1-ig ki lett tolva, ez alatt az idő alatt mindenki bizalomba fordulhat az előjárójához, vagy a polgármesteréhez, és mi a Beregszászi Kistérség területén mindenkinek fogunk segíteni abban, hogy beszerezze ezeket az engedélyeket. Alá szeretném húzni, hogy sem a főúton való közlekedés, az országúton való közlekedés, sem pedig a lakóhely ilyen belüli közlekedéshez nem kell speciális engedély, csak abban az esetben, hogy elhagyják a lakóterületnek a határát, tehát a falu határát elhagyják. A polgármesterek maguk is összegyűjthetik a lakosságtól az engedélyekre vonatkozó igényléseket, és bevihetik azokat a határőrséghez, akik utána kiállítják azokat. A határsávban lévő települések területén számos vállalkozás működik, és ott meg kell teremteni a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a munkások szabadon tudjanak közlekedni, mondta a kormányzó. Sok kárpátaljai azonban attól tart, hogy ahogy Ukrajnában sokszor, a helyi hatóságok másként fogják értelmezni a kormányrendeletet, és mindenkit ellenőrizni és büntetni fognak, aki nem rendelkezik speciális engedéllyel. Már az is nyilvánvaló, hogyha például valaki egy másik határmenti járásba menne meglátogatni a rokonait, bizonyos esetekben az is engedélyköteles lesz. Amennyiben az illető mondjuk Ungvári járáshoz tartozó lakcímmel rendelkezik, ez már elegendő ok az engedély igényléséhez. Ha pedig már a munkácsi járásba indulna rokonlátogatásra, akkor az engedély igénylésekor indokként azt kell beírnia, hogy rokonlátogatás, és hogy mennyi időre tervezi azt, vagyis egy hét vagy egy hónap, és így tovább. Fontos megjegyezni, hogy az igénylést minimum 10 nap alatt tervezett utazás előtt kell benyújtani,
hogy a határőrség fel tudja dolgozni azt és kiadni a szükséges engedélyt, mondta az illetékes határőr. A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása és a KMKS nemrég levélben arra kérte Denis Mihály ukrán miniszterelnököt, hogy a helyieknek a személyi igazolvány is elegendő legyen a térségben való szabad mozgáshoz. Ezt elutasították, viszont a kárpátaljaiak továbbra is arra kérik Kijevet, hogy egyszerűsítsék mindezt. A szabad mozgásnak a korlátozása az először is alkotmányellenesnek is minősülhet. Erre a levélre kaptunk választ a minisztériumból, ahol gyakorlatilag a válaszban közölték velünk azt, hogy nem fognak kivételt tenni bizonyos megyékkel, hanem minden egyes megyére azonos szabályozás fog vonatkozni. Mi bízunk abban, hogy ennek ellenére lesznek könnyítések, illetve a lakosságnak a szabad mozgását meg lehet majd oldani. Szeretnénk azt, hogy a megyei tanács is csatlakozzon ehhez a kérvényezésre, és a megyei tanács, Kárpátaljai megyei tanács is forduljon a ukrajna miniszterelnökéhez ezzel kapcsolatban, hogy vonják ki a helyi lakosokat ennek a rendeletnek a jogköre alól. Az ukrán hatóságok fontosnak tartották kiemelni, hogy a szabadságjogok szerintük nem sérülnek. Azonban a térséghez tartozó folyók közelében, illetve az erdőkben való kiránduláshoz szükség lesz az engedélyre. Ellenkező esetben pénzbüntetésre kell számítani.